Hadd olvassam fel, csak egy mondat lesz Novák Katalinnak nemrég elhangzott mondata, ami választ arra a kérdésre, hogy miért hozzuk elő ezt a témát. A mai magyar fiatalok annyi gyermeket terveznek, ami elég lehet ahhoz, hogy Magyarországon megálljon a népességfogyás. És azt is hozzátette, hogy a kutatások szerint a fiatalok átlagosan 2,4 gyermeket szeretnének és a legújabb felmérések is ezt az adatot tükrözik vissza. Ha igaz ez, már pedig miért ne lenne igaz, hogy a magyar fiatalok több gyermeket szeretnének, terveznek, mint amennyi végül megszünetik, akkor az a dolgunk, hogy megpróbáljuk az akadályokat elhárítani, megpróbáljunk nekik segíteni. De ezt nem nekünk kell kitalálni, hanem meg kell őket kérdezni. Ezért készítettünk egy felmérést, ami arra a korosztályra fókuszált, amelyik a legnagyobb létszámú, 35 és 44 év közöttiek. 1,6 millió emberről van szó, és megkérdeztük tőlük például azt, hogy szeretnének-e még gyermeket. 25%-uk mondta azt, hogy igen, tehát 400 ezer ember ebből a korosztályból, hogy ő még szeretne gyermeket, független attól, hogy van vagy nincsen. A másik sajátos adat az volt, hogy egyharmad részük ezeknek a megkérdezetteknek mindenféle párkapcsolat nélkül él. Az nem jelenti azt, hogy nem szeretnének párt találni maguknak, de nem találnak. Önök is hallottak sok megjegyzést, most ebben nem szeretnék belemenni, hogy mi lehet az oka. Férfiak azt mondják, hogy nincs megfelelő női ismerős, a nők azt mondják, nincs megfelelő férfi. Ezt a arckifejezésekből úgy látom, hogy többen osztják velem. Na most a harmadik adat, ami azt gondolom, hogy még itt megemlítendő, hogy ennek a 1,6 millió embernek a 41 százalékának nincsen gyermeke még. Én úgy érzem, ezek elég nagy számok. Mindenképpen indokolják, hogy megpróbáljunk valamilyen segítséget nyújtani a tervezett gyermekek megszületéséhez, vagyis lehetőséget biztosítani, hiszen a politikának ez az egyetlen célja, hogy lehetőségeket biztosítson, hiszen magánéletben beleszólni nem lehet, de a feltételeket teljesíteni lehet. És a válaszok három főcsoportra oszthatók, ami akadályt is jelent, és egyúttal megoldási ö, szándékot és kérést. Az egyik az any anyagi biztonság kérdése. Zárójelet teszek ott születik a legkevesebb gyermek, ahol legnagyobb az anyagi biztonság. Ez egy furcsa ellentmondás. A másik a párkapcsolatokban rejlő probléma, vagy említettem, itt 30 a a megkérdezetteknek mindenféle, tehát nem csak házasság, hanem mindenféle párkapcsolat nélkül él. És a harmadik nagyon fontos kérdés, aminél azt hiszem a politikának a legnagyobb feladata van, a munka és család összeegyeztetése. Az utóbbi időben jelentősen nőtt a házasságkötések száma, ez egy jó jel, illetve a teljes termékenységi arányszám, ami azt mutatja, hogy egy szülőképes nő élete során hány gyermeket vállal, ez persze nyilván egy törtszám, az 1,2 és 3 között volt, és most felemelkedett 1,49-re. Tehát amikor a görbét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a végén, van. Persze, hogy a lakosság száma csökken vagy növekszik, az függ a halálozások számától is. Tehát sajnos még mindig sokkal többen halnak meg, mint születnek, de az irány jó. Viszont a kulcs azért mégiscsak ennek az igen népes korosztálynak a kezében van. Tudjuk, hogy a baby boom elmaradt, tehát ezért kérdeztük, mit tehetünk annak érdekében, hogy szülessenek nekik a várt gyermekek. A válaszadók jelentős része, több mint egynegyed része, pontosan 28 százalék, úgy nyilatkozott, hogy számára, számukra jelentős nehézséget jelent a munka, illetve a család, a családi élet, a gyermeknevelésnek az összehangolása. Hála Istennek a többség az elégedett választ adott, de azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jelentős szegmense az érintetteknek, tehát igenis ezzel a kérdéssel érdemes is kell mindenképpen foglalkozni. Számos részterületen megoldásra várnak, segítségre várnak, és ebben várják azokat a fajta támpontokat, segítségeket, amelyeket esetleg kormányzati szinten, állami szinten lehet kezelni. Ezen túlmenően a nyilatkozatokból, a válaszadásokból kiderült az is, hogy akik úgy érzik, hogy a munkahelyükkel elégedettek, úgy érzik, hogy rendben van a munkahelyi körülményeik, rendben vannak a munkahelyi, munkahelyi légkör, rendben van, pozitív hozzáállást tapasztalnak a munkaadók részéről. Ezek a családok, ezek a hölgyek úgy nyilatkoztak, hogy ők nyitottabbak a további gyermekvállalásra. Azt gondolom, hogy elindultunk egy olyan fajta irányba, hogy az atipikus foglalkoztatási módokat egyre inkább be tudjuk vezetni és tudjuk továbbfejleszteni. Ilyen a távmunkának a kérdése, ilyen a részmunkaidős foglalkoztatásnak a lehetősége, és ilyenek azok az intézményi segítségnyújtások, amely akár a munkahelyi bölcsödék, most ugye új bölcsödeprogramot indítottunk, mini bölcsödék kialakítását, munkahelyi bölcsödéknek a támogatását, illetve olyan intézményi fejlesztések indultak el, többek között az óvodáztatás tekintetében, amely mind-mind segíti, segítheti a további gyermekvállalást és ösztönözheti azt. Ezen kívül azt gondolom, hogy jelentős program volt a munkahelyvédelmi akcióterv, amelynek egy fontos része a KDNP által javasolt program rész volt, amely beilleszkedett ebbe a munkahelyvédelmi akcióterve, amely a gyermekvállalás követő időszakban a munkahelyekre visszailleszkedés segítette és támogatta, hiszen jelentős járulék csökkentés jelentett jelenthetett a munkaadók számára ez a programja, ez a programpontja a munkahelyvédelmi akciótervnek. Különösen fontos ez a kutatás, amelynek a célcsoportja, ahogy frakcióvezet úr is említette, a 35-44 év közötti korosztály, amely, a, ahogy a legelső grafikonból látszott, ez ma az országnak a legnagyobb létszámú kor, korcsoportját jelenti. Én magam is ebbe a korcsoportba tartozom. Mi a feleségemmel egyelőre két gyermeket nevelünk. Úgy gondolom, hogy ismerem ennek a, a korcsoportnak a problémáit, hiszen a ismeretségi körömben, baráti körömben is sokszor szembesülök ezekkel a kérdésekkel. A megkérdezetteknek a közel egynegyede, tehát körülbelül 25 ami 395 ezer fő, azt jelezte, hogy ő szeretne gyermeket vállalni. 33 az összes megkérdezett közül, több mint 33 százalék, tehát az egyharmadú a stabil párkapcsolatot jelölte meg, mint gyermekvállalást segítő tényezőt. Úgy gondolom, hogy a stabil párkapcsolatok Erősítésének lehetőségére is figyelmet kell fordítanunk. Az értékalapú közösségek erősítése jelentheti ennek a legjobb lehetőségét, a párkapcsolatok kialakulásának a lehetőségét. Az elmúlt években a kormányzat számos erőfeszítést tett ezeknek a kérdéseknek az orvoslása érdekében. Én azt szeretném még kiemelni, hogy otthon teremtése a nagycsaládosok a csok támogatott hitel révén 141 milliárd forinttal járult hozzá az ő otthonteremtési lehetőségeikhez ez a, ez a csok által biztosított lehetőség, illetve még szeretném kiemelni az állami nászajándéknak is nevezhető elsőházasok adókedvezményét, ami egyébként egy nagyon fontos kedvezmény, hiszen éveken keresztül egy havi 5000 forintos kedvezményt jelent azoknak, akik 2017. január elsője után házasodtak meg. Ezek talán apró segítségnek tűnhetnek az egész folyamatot figyelembe véve, de minden ilyen segítség úgy gondolom, hogy hozzájárulhat ahhoz, ahhoz a célhoz, amit a kormányzat azzal tűzött ki, hogy elsősorban az anyagi lehetőségek javítása révén segítse a családok gyermekvállalását.